Gyakorlati tudást szerezhettek az újszülöttek csípődiagnosztikája kapcsán a Mozgásszervi Sebészeti Centrum, a gyermekgyógyászat és a radiológia rezidensei a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház kilaborjában. Bucsi László, a Pécsi Tudományegyetem külső ortopédiai tanszékének tanszékvezető főorvosa elmondta, több éve működik már a kórházban skill-labor, és a legfontosabb cél, hogy megtöltsék tartalommal ezt az egységet. A kórházunkban már régebb óta működik a skill-labor. Az igazság, hogy minden vezetőintézmény, minden megyei vezetőintézményben alakult egy skill-labor korábbiakban, és ami a cél, hogy megtöltsük tartalommal. Befejezve a főigazgatói pályafutásomat, újra vissza a Mozgásszervi Centrumba, a ortopéd tanszék vezetőjeként úgy éreztem, hogy egy kicsit meg kellene reformálni a rezidensek képzését. A rezidensek összesen 4 továbbképzésen vesznek részt, amelyek előadásból és gyakorlati részből állnak. A skill laborban azokat a készségeket, képességeket próbálják meg a szakorvos jelölteknek megmutatni, amelyeket később majd a betegeken tudnak élesben végrehajtani. Igazából egy elméleti továbbképzést követően ugye gyakorlatra váltjuk azt a tudást, amit professzor urék ma csinálnak, és az a nagyon fontos, hogy a skill laboratóriumban azokat a készségeket, képességeket próbáljuk meg az orvos kollégáknak, szakorvos jelölteknek megmutatni, és ők elsajátítják ugye a saját tanáraiktól, amelyet később majd a betegeken fognak tudni élesben már végrehajtani. A skill labor következő továbbképzésén vállultra hangtréningen vehetnek részt a rezidensek, utána pedig térd artroszkópról és irodalomkutatásról lesz szó.